Foglaljatok helyet, itt bent melegebb van, mint kint. Az előtérben is még állnak, gyertek be, hallgassátok Isten igéjét. Néhány üzenetet és kérdést szeretnék felolvasni, illetve amelyre szükséges. Válaszolok a Vidám Vasárnap szerkesztőséhez. Érkezett a legutolsó Isten tiszteletünk után. Munkatársaimtól, akik a gyülekezetben járnak, értesültem arról a lehetőségről, hogy önök imádkoznak embertársaikért. Azt hiszem, talán ez az utolsó esély, a társam másodszor fekszik terhesen a kórházban, és az első nem sikerült. Kérem, hogy talán most az ima segítségével másodszorra megszülethet a gyermek. Előre is köszönöm, üdvözlettel K. Károly! Kívánom, hogy a kedves neje egy nagyon egészséges gyermeket tudjon kihordozni a méhében, és nagy örömükre szülessen meg egészségesen. Nagyon sok bizonyságot tudnánk erről elmondani, hogy Isten ez ilyen jellegű kérdéseket, kéréseket meghallgatott. Örömmel látom, hogy ennyi ember énekel szívéből Istennek, minden elismerésem azoknak az erős embereknek, akik beszépelték azt a két hatalmas kőtáblát az épületbe. Remélem, minél több ember megfogadja azt, amit tartalmaz. Én is ezt remélem. Ugye az Ószövetségben Isten kőtáblára írta a 10 igét, az Új Szövetségben pedig a Szentlélek a szívnek a hústáblájára írja föl az Istenek a beszédét, és ezért a legjobb dolog, hogy az ember újjászületik, és akkor a Szentlélek beírja az ember szívébe a 10 igét, és utána sokkal könnyebb az Istenek az igazságát megtartani, illetve igazságban járni. Tisztelt Német Sándor, szeretném elmondani, hogy ateista nézeteim ellenére nagy csodálója vagyok a Vidám Vasárnap műsorának. Élvezettel hallgattam önt, még ha néha nem is értem a mondani valóját. Nagyon jó, hogy van vasárnapi műsoruk. Remélem, még sokáig tudjuk élvezni az igehirdetést. Tisztelettel, Polgár család. Kívánunk a gyülekezet minden tagjának boldog új évet! A hitoktató úr véleményét szeretném hallani arról, hogy lehetette összefüggés a Santorini szigeti ősi vulkánkatasztrófa és a 10 egyiptomi csapás között. Láttam egy filmet, amelyben így magyarázták a bibliai eseményeket, köszönettel Horváth doktor. Én azt gondolom, tehát Istennek többféle módja van, hogy benyúljon a látható világban, immanens módon is, és transzcendentális módon is, tehát természet fölötti szuverén akaratából elhatározza és benyúl a természetnek a törvényszerűségeibe, és megváltoztatja abban a dolgokat, illetve a természetes életrendet. Én azt gondolom, hogy a 10 egyiptomi csapás semmiféleképpen nem egy belső törvényszerűségek folytán kikényszerített változás következménye, hanem ez Isten szuverén beavatkozásának az eredménye, tehát ezért semmiképpen nem gondolom, hogy bármi köze is lenne a 10 egyiptomi csapás, illetve a Santorini szigeti sziget vulkán katasztrófája között. Tehát ezt nem, semmivel nem lehet alátámasztani, ez egy spekuláció. A bibliai és történelmi tények azt igazolják, hogy a 10 egyiptomi csapás az egyedi esemény, a környező kultúrákban is találhatóak olyan nyomok, amelyek a mai napig is nem tudják ezeket az eseményeket természetes aspektusból értelmezni és magyarázni. A csodáknak, tehát a Bibliában szereplő csodáknak, itt most különösen a 10 egyiptomi csapásra gondolok, az egyik fő jellemzője, hogy nem anyagi okból történik meg az esemény, a változás a látható fizikai világban, hanem természet fölötti szellemi valóságnak a behatolásának a következtében jön létre az anyagban változás. Egyértelműen, hogy az Ószövetség úgy írja le a 10 egyiptomi csapást, mint természet fölötti, tehát szellemi valóságnak a beavatkozásának a következményeképpen jött létre. Ugye világnézettel kapcsolatosan annyit szeretnék itt megjegyezni, mert tulajdonképpen
Itt igazából a csodák értelmezésében világnézeti problémák húzódnak meg a hátterében egyértelműen, tehát a Biblia az egy eléggé radikális, idealista világnézetet képvisel, aminek egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a szellemvilágot sokkal valóságosabbnak veszi, mint a látható világot, és a mai ember pedig a látható fizikai világot veszi valóságosabbnak, mint a láthatatlan szellemi világot. Ez igaz a keresztényekre is, tehát ezért gyakran nem tud az Isten jelenléte és természetfölötti hatalma olyan mértékben megnyilvánulni, mint a Biblia szereplőiben, mert a hit mozgásának, működésének vannak világnézeti feltételei. Mivel mai emberek többnyire úgy gondolják, hogy a valóságos világ az, amiben élünk, és mind ezen kívül lehet, hogy van világ, de az mégse olyan valóságos, mégse olyan fejlett, mégse rendelkezik olyan potenciállal, mint a mi világunk, ezért nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a látható világon kívüli világ képes olyan változásokat előidézni a mi világunkba, mint például a 10 egyiptomi csapáskor megtörténtek. A Biblia határozott válasza az, hogy igen, a természet fölötti Isten országa sokkal valóságosabb, mint a látható világ, és az Isten országának a kiáradása, beavatkozása a látható világban, idejében, terében az látványos változásokat eredményez, amelyet nem lehet visszavezetni anyagi okokra. A csodáknak egyébként, tehát ez a lényege, hogy nem anyagi okok idézik elő az eseményt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az emberek nem tesznek kísérletet anyagi okokkal megmagyarázni egy csodát, de általában én már közel 30 éve hallom a különböző bibliai csodáknak a materiális alapon történő magyarázatát, de azt látom, hogy ugyan a sajtó felkapja ezeket a magyarázatokat, de 2-3-4 év múlva senki nem emlékszik ezekre az elméletekre. Tehát erről ennyit, de a Bibliában leírt eseményeket minden generáció is tanulmányozza, olvassa, és azt gondolom, hogyha ebből a világból semmi és senki nem marad, de ez a könyv meg fog maradni. Azt hallottam valakitől, hogy az Ószövetség eredeti szövegében található egy bizonyos fajta kódrendszer. Mi erről az önök álláspontja? Kérdezi egy másik kedves televízió néző. Igen, néhány évvel volt egy nagy sikerű könyv, hát még most is megvan, megjelent, amely a Bibliának a kódrendszerével foglalkozott. Ez a magyarázat rendkívül önkényes. Figyelmen kívül hagyja a Bibliának, az írás magyarázásának a szabályai, törvényszerűségeit, de tartalmaz ez a könyv érdekességet kétség kívül. Nem állíthatjuk pontosan, biztosan, hogy ismerjük a Bibliát, helyesen értelmezzük, illetve nincs-e mélyebb értelmezése a Bibliának, tehát előfordulhat, hogy kiderül majd egy bizonyos kijelentési csúcsponton, hogy a Biblia tartalmaz kódrendszert. De meg vagyok róla győződve, hogy a mai ismeret mértékét figyelembe véve felállítani a Bibliának a kódrendszerét, ez rendkívül hát öntörvényű, és a Bibliával, az egész Biblia értelmezésével nem összeegyezhető dolog, mert nem rendelkezik a mai világ olyan ismeretekkel, információkkal, kijelentésekkel, amely a Bibliában lévő kódrendszer, ha van kódrendszere, azt értelmezheti. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a jövőben ez meg fog oldódni. Nekem az a gyanúm, hogy van ilyen. Tisztelt szerkesztőség, hálás vagyok a Vidám vasárnap műsoráért, és köszönöm nektek, hogy egy egész hétre való önbizalommal láttok el, megerősítitek a lelkemet, hogy szembe tudjak nézni a mindennapok gondjaival. Egyetemista vagyok, most kezdtek el sűrűsödni ezek a bizonyos gondok, ugyanis megkezdődött a vizsga időszak.
Nincs bennem félelem vagy aggódalom, csak egy túlságosan nagy izgalom, ugyanis ez az első ilyen jellegű megmérettetésem, írja K. Dániel tanuló. Isten áldja meg Dániel, és sok sikert kívánunk a vizsga időszakban. Tisztelt Ébert Sándor úr, a mai beszéde a tévében nagyon tetszett, rendkívül érdekelne a véleménye az ateizmusról. Nemrégiben egy új honlapon azt olvastam, hogy az igazi ateista nem tagadja az Istent, de a saját filozófiáját, világnézetét nem az Istenben, hanem az emberben, a jó akaratú szabad emberben, azaz az igaz emberben való hitre építi. Tiszteletben tartva minden más hitet, vallási vagy politikai világnézetet, amennyiben az nem akar ártani a jó akaratú szabad embernek. Ön hogyan látja ezt? Köszönöm előre is a válaszát. Én a következőképpen látom ezt a kérdést, tehát maga az ateista szó az egy görög szó, az az tagadást is jelent, és fosztóképző is, tehát kettős jelentése van az ateistának, tehát Isten tagadást is jelent, ezért a régi ateista világnézet, a harcos ateista az valóban az Isten tagadáson állt, a mai modern ateista világnézetre pedig az a jellemző, ami az ateistának a másik jelentése, hogy Isten nélküli világnézet, tehát olyan világnézetet dolgozta ki, amelyben nem kap szerepet Isten. Ez az Isten tagadás és az istentelenség között, tehát az Isten nélküliség között óriási nagy különbség van, tehát a mai modern ateizmus nem az agressz, illetve a harcos tagadáson áll, hanem ezt a kérdést kikerülve próbálja a valóságot magyarázni. Én gondolom, hogy erre utal a kedves televízió néző, de hangsúlyozni szeretném, hogy az ateista világnézetben azért benn van mindenféleképpen a tagadás, de a mai változata mindenféleképpen módosult, sokkal több tolerancia van benne, és toleránsabb más világnézetet valló emberekhez. Tisztelt lelkész úr, érdeklődnék, hogy mi az a testi föltámadás, és van-e feltétele ennek, vagy úgyis mindenki föltámad? Hogyan állhat össze a szétbomlott test, vagy Isten egy ugyanolyan új testet teremt az embereknek, mint amennyiben, milyenben meghaltak, írja, kérdezi egy Zsuzsanek nevezetű televízió nézőnk. Hát a test feltámadása nagyon nagy téma a Bibliában, ez a hitnek a vég célja. A Biblia különbséget tesz a pszichikai ember és a szellemi ember között. A pszichikai embernek romlandó, halandó teste van, szellemi embernek, aki a názareti Jézus, halhatatlan és romolhatatlan teste van a föltámadás után. Az újjászületésnek pontosan az a célja, hogy az ember a názareti Jézus Krisztus hasonlatosságára átváltozzon, vagyis szellemi emberré váljon. És a szellemi emberként él, tehát szellem által, nem test által, ahogy ezt ugye a rómaiakhoz írt levélben, a 8. fejezetben Pál apostol kifejti, akkor az embernek a teste megváltozik a föltámadáskor, tehát szellemi testé lesz, tehát nem a pszichikai testét kapja vissza, hanem a szellemi testet kap, a szellemi test pedig a pszichikai testnek az újjáteremtésének az eredménye lesz. Tehát röviden ennyit szeretnék most elmondani, de mindenki fel fog támadni, és éppen ezért nem is az a kérdés, hogy fölfog a Bibliában, hogy az ember fel fog-e támadni, hanem az a kérdés, hogy a föltámadás után milyen élettel rendelkezik, vagy egyáltalán csak birtokolja a föltámadott testet, de nem rendelkezik élettel. Ha nincs élet, és az ember csak halhatatlan lény, akkor kárhozott lény. Az üdvösség a halhatatlanságnak és az örök életnek az egységéből adódik. A kárhozat pedig a halhatatlanság és az élettől való megfosztásból jön létre. Sziasztok! Meg szeretnélek kérni titeket, hogy imádkozzatok a nagymamáimért. A gerince nagyon meghajlott, alig tud menni, termelésből kell fenntartania magát és férjét, aki szintén mozgáskorlátozott. Nagyon nehéz az életük, tehát kér egy
televízió néző, imád tőletek. Zűrös alvilági életem volt, de egy ideje próbálok kijönni belőle. Nézem a műsort, nagyon tetszik. Talán van valaki oroszlányban, aki tudna nekem segíteni, mert itt lakom, a szerkesztőségben található a név, telefon. Tehát kérünk olyan keresztényeket, akik segíteni tudnak a kedves televízió nézőnek, hogy segítsenek neki, hogy talpra álljon, kikerüljön a zavaros alvilági életből. Ezzel kapcsolatban még kaptunk egy levelet egy fegyházból, így szól ez a levél. Kedves Németh Sándor, Isten kegyelméből módunkban áll most már rendszeresen nézni a Vidám vasárnap áldott Isten tiszteleteit. Itt a fegyház falain belül, ahol testben rabok vagyunk, de szellemben szabadok. Mert a szabadság szelleme megérintette a szívünket, ami Urunk Jézus Krisztusunkban. A 8 személyes zárkában 7 atyafi vallja, hogy Jézus föltámadott. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Így áldott minden nap, amit az itt lévő atyafiak együtt tölthetnek az Úr színe előtt. Imádság, igefelolvasás, egymásért való könyörgés, dicséretek közepette. Jelen van Isten országa közöttünk, írja a kedves televízió néző. Annyira, hogy ez az élő szeretet kiárad már a zárka társaink életére is. És sokan ide akarnak költözni a mi zárkánkba. Ma 2003. január 1-e van. Az Úr áldásával léptünk át az új esztendőbe. Így kívánunk az egész gyülekezet életére Isten gazdag áldását, és főleg az, hogy a civil élet foglyai is szabadok legyenek. Isten áldását kívánjuk a fegyházakban, börtönökben lévő embertársaink életére, hogy az Úr ereje változtassa meg őket, és tanítsa meg őket jó cselekedetekben járni, és új emberként tudjanak kijönni. Köszönjük a segítséget, kislányunk szeme 2 nap alatt meggyógyult, írja egy másik kedves televízió néző. Tisztelt Német úr, minden hívő keresztény embernek meg kell házasodni, vagy életházasság nélkül is, majd a mennyben kap társat. Senki nem kényszerít is senkire a házasságot. Mindenki szabadon döntheti el, hogy hogy kíván élni. Tehát nem kötelező a házasság. Tudatjuk, hogy 20 hónapos fiunk, aki szalmonellás volt, nem javult, és imád kértünk érte, teljesen egészséges, meggyógyult, köszönjük! Nagyon szeretem a műsorukat, úgy érzem, hogy az életem bármely részén fölmerülő kérdésekre választ kapok, ha nézem. Egyfajta bizsergést érzek a fény energiáját, írja egy Ági kedves nézőnk. Tisztelt lelkész úr, mit jelent az, hogy Jézusban hinni? Elég, ha hiszek a létezésében, ugyanis sokan úgy gondolják, hogy ennyi elég az üdvösséghez, elég komoly a tét, ezért ha lehet, pontos választ kérnék, bújék, csúcsú. Nagyon fontos kérdés, következőt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Nem elégséges csupán Jézus Krisztus létezésébe hinni, ez nem hoz üdvösséget az ember számára. Az üdvösségnek az oka a názareti Jézus Krisztus halálába vetett hit. A názareti Jézus Krisztus halála az oka az ember megigazulásának és Istennel való megbékélésnek. Második része a hitnek, pedig a názareti Jézus Krisztus föltámadásába vetett hit. A názareti föltámadása az oka az ember üdvösségének és az örök életének, tehát ezt a hitet kívánjuk minden kedves televízió nézőnek és a hitparban levőknek is egyaránt.
Tehát több kell, mint a názareti Jézus Krisztus létezésének az elfogadása. Aki hisz, az üdvözül. Jó a bulitók, benevezhetnék mi is, motorosok vagyunk, de nekünk nincs nyakkendőnk. Szeretnék megjavulni, üdv mindenkinek. Nyugodtan be lehet motorozni a hitparban, nyakkendő nélkül is. A befejezésül, mert látom nagyon sokan az észrevétel, még egy bizonságot szerettem volna felolvasni, ha itt megtalálom a papírt. Kedves Sándor, december közepén fordultam imakéréssel hozzád, mert a vese működésem pánikszerűen leromlott, oly mértékben, hogy a kezelő orvosom gépre akart rakni. Az elmúlt időszakban kétszer is imádkoztál, értem, magam, családom és ismerőseim megtapasztalhatták, hogy az Úr ima meghallgató, irgalmas és gyógyító Isten. A kreatin emelkedésem megállt, sőt közel 100 egységgel csökkent. Ezáltal a közvetlen életveszély megszűnt. Hiszem, hogy az Úr ebben a folyamatban teljes gyógyuláshoz vezet. Köszönöm nektek az ima közbenjárást, remélem, hogy még nagyon sok ember meg fog még hasonló bizonyságot megtapasztalni az életében. Köszönettel T. György Unokeszi-ről. Most pedig térjünk a témánkra, tehát a 9. parancsolatnál vagyunk, tartunk, ne tégy hamis bizonyságot a te felebarátod ellen, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy az emberi mi voltból származik az embernek a jó híre, tisztessége és becsülete. Tehát a jó hírt, a tisztességet és a becsületet nem kell az embernek kiérdemelni, hanem ez a mi voltunkból származik, mert Isten a képére és a hasonlatosságára teremtett bennünket. Ez a parancsolat, a 9. parancsolat, tehát az ember jó hírét, becsületét és tisztességét védelmezi. A tilalom magában foglalja az egyén, a közösség és az etnikum ellen megfogalmazott minden rágalom fajtájának a tilalmát, a rossz hírkeltést, ezzel kapcsolatos tényeknek az eltorzítását, hamis állításokat, tehát ezeket mind tartalmazza a tilalom. Tehát a parancs, az Istennek az igéje, az egyén, a közösség és az etnikumoknak a jó hírét is, becsületét is és tisztességét is védelmezi. Az Új Szövetségben Pál apostol ezt sokkal egyszerűbben és keményebben fogalmazta meg, az illetve a Kolossebeliekhez írt levélben így szól Pál apostolnak a megfogalmazása, hogy ne hazudjatok egymás ellen. Ez nagyon egyszerű és világos megfogalmazása a 9. parancsolatnak, és tartalmazza, hogy hazugság a hamis tanúság, a hazugságnak egy formája, ugye hazugság az olyan állítás, amely ellentétben van a tényekkel, a valósággal, illetve a tényeknek és a valóságnak a hamis értelmezése, valamint a hazugságnak van egy szellemi dimenziója is, amelyről majd később szeretnénk beszélni. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ne hazudjatok, mert ha egymás ellen hazudtok, akkor egymásnak kárt okoztok. És a példák is, az első példát, amit az elmúlt összejövetelen felolvastuk, mutatja, hogy általában nagyon nagy bajokat, sőt, tragédiákat eredményezhet a hamis tanúskodások, a felebarátok vagy felebarát ellen. Nézzük meg a következő példát, az 1 Sámuel könyvének a 22. fejezetéből szeretném felolvasni a következő példát a hamis tanúskodásra, vagy a hazudozásra. A 8. verszaktól szeretném olvasni Istennek az igéjét, hogy mindnyájan, mondja Saul, tehát Saul a környezetéhez beszél, hogy mindnyájan összeesküdtetek ellenem, hogy senki sincs, aki tudatosítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Izaj fiával, és senki sincs közöttetek, aki szánakozna felettem, és megmondaná nekem, hogy a fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Akkor felele az edomita doék,
aki Saul szolgái között állott. Én láttam, hogy Izaj fia Nobba ment vala Akitó fiához, Akimélek paphoz. Aki ő érette, megkérdezte az urat, és eleséget adott néki, sőt a filiszteus Góliát kardját is néki adá. Akkor elküldte a király, hogy elhívják Akimélek papot, Akitó fiát, és atyának egész házanépét, a papokat, akik Nobban voltak, és eljöttek mindnyájan a királyhoz. És mondja Saul, halld meg most te, Akitóbnak fia. Ő pedig mondja, imhol vagyok, uram. És mondja neki Saul, miért ütöttél pártot ellenem, te és Izajnak fia, hogy kenyeret és kardot adtál néki, és ő érette, megkérdezted az Istent, hogy föllázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most történik. Még a 16. verszakot is felolvasom, a király pedig mondja, meg kell halnok, Akimélek, néked és a te atyád egész házanépének. Tehát a felolvasott ige szakaszban két hamis tanúskodás, vagy két nagy hazugság is található. Az első, a Saulnak az állítása. Saul itt úgy állította magát be, mint mártírt, mint áldozatot. Dávidra mutatott rá, és őt hibáztatta, hogy az ő problémáinak az okozója Dávid. Ezzel szemben ugye a Sámuel könyve részletesen leírja, Dávid és Saul közötti konfliktusnak az okait, és egyértelműen kiderül ebben a leírásban, hogy nem Dávid idézte elő ezt a konfliktust, hanem Saul idézte elő ezt a konfliktust, és a Saul paranoiájának következtében alakult ki egy kemény politikai válság Izraelben, és létrejött egy politikai hatalmi harc. Illetve Saul ezzel szemben azt állítja magáról, hogy ő az áldozat, és ő egy összeesküvés áldozata. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon gyakran az agresszorok, tehát a hamis tanúk, akik megrontják a fele barátjukkal való kapcsolatot, azt úgy állítják be a sértett felet, mintha a sértett fél idézte volna elő a problémájukat. Tehát gyakran öncsalással védekeznek az ellen, az igazság ellen, amivel nekik szembe kellene nézni, amely lehetővé tette volna azt Saul számára, hogy a kapcsolatát helyrehozza Dáviddal. De amikor az ember bűnt követel, akkor a szellemében félelem jön létre. A félelem pedig bizalmatlanságot hoz létre Istennel kapcsolatosan, és mivel minden ember szelleme Istentől származik, ezért a bűn uralma alatt az ember szellemében Isten ítéletétől való félelem jön létre. Na most nagyon gyakran az Isten ítéletétől való félelmet az ember úgy akarja felszámolni a szellemébe, lelkébe, hogy a fele barátját kezdi el hibáztatni, alaptalanul vádolni. Erre a védekezési technikára mutat rá Pál apostol a rómaiakhoz írt levél második részében, amikor is azt mondja, hogy ha az ember a bűneire vonatkozóan ezt a védekezési technikát választja, a megtérés helyett, akkor menthetetlenné válik. Így szól a rómaiakhoz írt levél második rész első verszaka. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben más megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Sőt, a második verszakban azt írja Pál, illetve a harmadikban, vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek,
hogy te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Isten ítéletét. Tehát látjátok, hogy gyakran a hamis tanúskodásnak most nem csupán a bíróság előtti hamis tanúskodásra kell gondolni, hanem a társadalmi érintkezésekben is a különböző alaptalan, valótlan állításokra is gondolni kell, mert hisz az emberek ezt sokkal gyakrabban elkövetik, mint az igazságszolgáltatás előtti hamis tanúskodást. A Biblia, a törvény minden területről kikívánta zárni a hazugságot. Ezért mondja Isten, hogy ne hordozzál hazug híreket. Ne tegyél a fele barátodról hazug, valótlan állításokat. Pál apostol tehát pedig megmutatja, hogy a bűnös embernek a védekezési technikája ez, aki nem akar szembenézni személyes felelősségével, hanem a fele barátját szeretné sötét színekbe beállítani, bűnbakot képez a fele barátjából, és azt gondolja, hogy ha fele barátjából bűnbakot képez, akkor elkerüli az Istennek az ítéletét. Ezzel szemben mondja Pál apostol, az igazság az, hogy ez által válik az ember menthetetlenné. Ez által az ember olyan állapotba kerül, hogy képtelen lesz Istentől kegyelmet venni, és ha nem kap kegyelmet az ember, akkor nincs bűnbocsánat. A megtérés, ha az ember vétkezik, illetve a megoldás, ha az ember vétkezik, az a megtérés, hogy az ember beismeri a személyes felelősségét egy dologgal, tettel kapcsolatosan, és vállalja ezt. A Biblia azt hangsúlyozza, hogy Isten irgalmas, bűnt megbocsátó Isten. Töredelmes, bűnbánó szíveket nem utasít el Isten, hanem megbocsátja azoknak az embereknek a bűneit, akik abba hagyják a fele barátaiknak a vádlását, rágalmazását, a fele barátaikkal kapcsolatos rossz hírkeltést, és teljes szívükből megtérnek az Istenhez, és Isten igazsága szerint járnak. A Biblia tehát hamis tanúságot nem szereti, tehát visszatérve a történetre, hogy Saul, aki igazából a saját problémájának és a válságának ő volt az előidézője, jellemző, hogyha az ember nagyon belemélyül az öncsalásba és a védekezési technikába, akkor téveszmék és üldözési eszmék alakulnak ki az agyába, és elkezdi a környezetét büntetni, sanyargatni. Meg vagyok róla győződve, hogy a nemzetközi felmérések szerint ugye kelet-európai országok a föld legboldogtalanabb társadalmai. A kelet-európai országok boldogtalanságának az oka nem az anyagi szükség, hanem a rossz kapcsolatok. Az, hogy az emberek gyűlölik egymást, nem akarnak megbocsátani egymásnak, nem akarnak felülemelkedni egymás hibái fölött, sőt a maguk felelősségét és bűneit is nagyon gyakran másokra fogják. Egy ilyen társadalomban válság fog beállni. Mert a rágalmazás és a hazugság nem csak egyének okoz kárt, hanem fölborítja a társadalomban az igazságosságot is. Fölborítja a társadalomnak a rendjét, zűrzavart hoz létre. És Istennek ugye az volt a célja, hogy az emberek, a társadalmi kapcsolatok, az emberek egymással való kapcsolata felebaráti szereteten épüljön. És a hazugságok, a rágalmazások, a rossz hírkeltések, azok a szeretet, felebaráti szeretetről a kapcsolatokat levonják, leelszakítják, és a gyűlöletbe, a háborúságokba, a viszályokba, és az agresszivitásokba, fizikai, lelki sértések, kölcsönös sértésekbe taszítják. Nyilvánvalóan, amikor egy társadalom ilyen hazugságba süllyed el, ott mindenki boldogtalan, a társadalom minden rétegét el fogja érni a boldogtalanság,
és Isten azt akarja, hogy ez az állapot megváltozzon, ehhez nyúl segítséget az Istennek a beszéde. De nézzük tovább. Tehát Saul hazudott Dávidról, és a fiáról is, semmiféle összeesküvést nem szőtt Dávid és Jonatán Saul ellen. A második nagy, és második nagy hazug tanúskodás az a Doeg részéről történt. Ha nagyon figyelmesen megnézitek a Doegnak a szövegét, és összehasonlítjátok az előtte leírt eseményekkel, akkor azt kell mondanunk, hogy Doeg pontosan mondta el a dolgokat, amit látott Nobban. Igen, Ahimélek adott Dávidnak kenyeret, odaadta neki a Góliát kardját, és az urat is megkérdezte Dávid érdekében. De igen ám, az egész vallomásának hamis értelme lett azáltal, hogy a király azt kérte, hogy az összeesküvést leplezzék le, tehát az összeesküvését akarta a király látni tényekben, aki ezt bebizonyítja, hogy valóban az összeesküvésnek van valóságos alapja. És elmondott a Doeg egy olyan történetet, ami igaz volt, de ezt a történetet az eredeti jelentés tartalmából kiforgatta, és a király elleni összeesküvés igazolásaként adta elő. Ez volt tehát a Doegnak a nagy hazugsága, és ezzel óriási dolgot vétkezett, hogy ez gyakran a hazugságot az alkalom szüli, különösen ugye itt egy kélezett hatalmi politikai harc hevében született meg ez a dolog, és úgy tűnik, hogy a Doeg nem volt eddig olyan gonosz ember, hisz ott volt az úr házába is, de ez az alkalom szüli a tolvajt, ez az alkalom ott felhasználta, és úgy gondolta, hogy tud érvényesülni. A Doeg egyben a hamis tanúskodásnak, a hamis tanúnak egy típusát jeleníti meg, tehát egy tipikus képviselőjévé vált a Bibliában. Doeg annyit jelent, hogy félelem, aggódalmaskodó. Félelem és aggódalmaskodó. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogyha az ember az embertársában nem bízik, hanem fél tőle, és állandóan az embertársától rosszat vár, és állandóan gyanakszik rája, akkor az embernek a szívében állandóan gonosz, hamis, hazug állítások, gondolatok fogalmazódnak meg az embertársával kapcsolatban. Gyakran az embereket az embertársaiktól való félelem viszi a hazugságnak a csapdájába. Vagy a hatalomtól, a tekintélyes emberektől való félelem. Ugye gyakran a családba alakul ki, nem meri elmondani a szüleinek a rossz jegyet, és elkezd kamuzni, hazudozni, természetesen le fog bukni a gyermek előbb-utóbb, de a szülőnek a tekintélyétől fél a gyermek, nem meri elmondani. Van, amikor a félelemnek van oka, tehát nem téveszme, hanem kegyetlenek talán a szülők, irgalmatlanok, nagyon magas mércét állítanak a gyermekeik fölé, de van, amikor nincs oka a félelemnek, hanem a gyereket eluralta egy tév eszme, és olyan föltételez a szüleiről, aminek nincs valóságos alapja. Tehát Doeg, hogy milyen súlyos dologot követett el, most arra következményeivel nem tudunk foglalkozni, de Saul, ugye paranoiás ember, azonnal igazolva látta a tév eszméjét, és kiírtatta a papokat, és az egész város lakósait, tehát óriási tragédiába fulladt a Doegnak a hamis tanúskodása. De Doegról nézzük meg, hogy mit ér Dávid az 52. Zsoltárban, mert megörökítette az örökkévalóságnak Dávid Doegnak a jellemét, és ebből a verszakokból betekintést kapunk,
hogy az ilyen félénk és aggódó ember, aki állandóan fél és aggódik, kisebbségi komplexusokkal küzd, nem nyílt ember, nem bízik az embertársaiban, hogy alkalom adtán milyen rossz döntéseket képes megtenni a fele barátja ellen. Tehát 52. Zsoltárból olvasom föl a 4. verszaktól Isten igéjét. Nyelved ártalmakon elmélkedik olyan, mint az éles olló te álnokságnak a mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, s a hazugságot inkább, mint az igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és álnok nyelvet, meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről, Szela. Nem olvasom föl az egész Zsoltár, tehát 4-től olvastam föl a 7. verszakig, de az egész 11 verszak doéggal foglalkozik. Tehát azt mondtuk, hogy a doég szónak az a jelentése, hogy félénk aggódó. Látható, hogy itt a 4. verszakban ezt a félénk és aggódó embert, aki az embertársaitól fél, a jó emberektől is fél, a jó emberek, akik soha nem adtak neki okot arra, hogy bizalmatlan legyen feléjük, ezektől is fél, ezt az embert Dávid álnokságnak a mesterének nevezi. Álnokság, vagy lehet képmutatásnak is mondani, tehát más képet mutat magáról, mint ami a belső valósága. Ott volt tehát az istenfélő emberek között, de a belső valóságáról azt mondja a 4. verszakban, hogy a nyelved ártalmakon elmélkedik, tehát állandóan forralja az ilyen ember a szívében és a lelkében azokat a vádakat, ártalmas, károkat okozó állításokat, amelyekkel alkalomattán, amikor alkalom adódik rá, a fele barátját megsérti, és a fele barátjáról hazug dolgokat állít, vagy hazudik a fele barátja ellen. Az 5. verszak pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy ebben az emberben, a bensejében egy kettőség, ez skizofrén állapot volt jelen, szerette a rosszat is, de szerette a jót is. Szerette a hazugságot is, szerette az igazságot is szólni, tehát nem döntötte el igazából ez az ember, hogy melyik oldal mellett kötelezi el magát. Hogyha az ember nem kötelezi el magát az igazság mellett és a jó mellett, akkor sodródni fog. És esetleges küzdelmek hevében egy el nem kötelezett ember, most a jó és az igazság iránt el nem kötelezett ember, aki addig nyitott volt a jóra és az igazra, rossz oldalra áll és rossz döntést hoz az életébe, amely tragikus, befolyás fog gyakorolni a saját sorsára is, és mások számára is kárt fog okozni. Herodesről is megvan írva az Új Szövetségben, hogy hosszú időig keresztelő János szívesen hallgatta, sok dologban hallgatott keresztelő Jánosra, majd egy olyan helyzetben, amikor keresztelő János konfliktusba került a szeretőjével, az ágyasával, mivel a Herodes el nem kötelezett ember volt, tehát nem kötelezte el magát az igazság és a jó mellett, ez a kettőség végül is felszámolódott benne, a rossz mellett kötelezte el magát, és a rossz az életében végérvényessé vált és megváltozhatatlan állapotot idézett elő benne. A Biblia ezért szólítja fel az embert, hogy ember, kötelezd el magadat a jó mellett, kötelezd el magadat az igazság mellett. Mert az ember manipulálható lény, Isten és a másik oldal részéről is, de amikor az ember elkötelezi magát, akkor bizonyos befolyási forrásokat kirekeszt az ember a szívéből és a lelkéből. Ennélkül senki nem tud az életben jó maradni. Tehát Doég eddig jó, úgymond jó ember volt, egy átlag ember volt, de mivel nem kötelezte el magát a jó és az igazság mellett, és nem mondott nemet
a hazugságnak és a rossznak, ezért egy konfliktus helyzetben a rossz oldalára állt, mert úgy gondolta, hogy a rövid távú érdekei mellett kell kiállni, és ez a rövid távú érdekeknek a meglátása az embert mindig vakká teszi, az erkölcsi érték ítéletét eltompítja. Ezért fontos, újra ismétlem, hogy az ember elkötelezze magát az igazság mellett. Az elkötelezés, a magyar szó nagyon szépen jelzi ezt a viszonyt, hogy le van kötve az ember az igazságnak a kötelékével. Ez olyan például, ugye, amikor Odysseus érezte, hogy nem tud a nimfa éneklésének ellenállni, akkor a hajó árbócához köttette magát, hogy túlélje a kísértést. Ugyanez kell az életben, hogy annyi csapda és veszély fenyeget az emberre, hogy ezekben a csapdákban és a veszélyeknek a szituációban belekerülhet az ember a labirintusokba, úgy, hogy soha nem kerül abból ki, éppen ezért, hogy ne veszítse az ember el a sorsát, hanem a sorsa jó irányba alakuljon. Fontos, mielőtt baj történik az emberrel, hogy elkötelezze magát a jó, az igazság mellett. A megdöbbentő ugye a Doégna, hogy egy hétköznapi emberből így lesz egy rendkívüli gonosz ember, hogy az alkalom hozza létre, hozza ki belőle a rosszt. Tehát ezért tanulság, hogy az emberi természet az romlandékony, és magától, hogyha az ember nem csinál a természetével valamit, és nem inspirálja, nem építi a jóra, az igazságra, akkor az ember képes mind a két forrásból befolyásokat nyerni, de végül is minden ember a döntés völgyébe be fog kerülni, hogy a jó és a rossz, a halál és az élet mellett végérvényes döntést hozzon. Adjon Isten ehhez bölcsességet, hogy a jó és az igazság és az élet mellett hoz végérvényes, visszavonhatatlan döntést. A papokat kiirtotta Saul, és nem lehet ezen csodálkozni, hogy Dávid mindig fontos a hamis tanúság esetében, különösen, hogyha hatalom él vissza az emberi jogokkal is, rabolja, fosztja meg az embereket a jogoktól, a tisztességtől, a jó hírtől, akkor az emberek ki vannak szolgáltatva. Hát egy kicsi ember mit tud csinálni a nagy óriással? De hála Istennek, mint ahogy a Nábortnál is ott volt Illés, itt meg ott volt Dávid, aki az Istenhez kiáltott, az isteni igazság szolgáltatáshoz. Tudni kell, hogy van egy isteni igazság szolgáltatás. És ha csődöt mond a természetes, ott van az isteni. És itt nagyon keményen beszél Dávid az isteni igazságszolgáltatással kapcsolatban. Azt mondja, a Doéga és minden Doég típusú emberrel kapcsolatban, aki a doégi sorsot, mintát válaszza, hogy megront Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál a hallékodból, kiszaggat tégedet az élők földjéről. Adja Isten, hogy senkivel ne történjen meg ez. De ennek az az előfeltétele, hogy ne hazudj a fele barátod ellen. Nézzük meg egy következő példát, az Eszter könyvéhez kérlek benneteket lapozzunk, nagyon megy újra az időnk. Tehát az Eszter könyvéhez, a harmadik fejezet 1-től 11. verszakig olvasom föl a történetet. Ezek után nagy méltóságra emeli Ahasvérus király Hámánt, a Hamadáta fiát, az Agágibelit, és fölmagasztalá őt, és följebb helyeztette székét minden fejedelemnél, aki vele voltak. A király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király, de Márdokeus nem hajtott térdet és nem borult le. Mondának azért a király szolgái, akik a király kapujában voltak, Márdokeusnak,
miért szeged meg a király parancsát? Lőn pedig, amikor így szóltak néki minden nap, és nem hallgatott reájuk, följelentették Hámának, hogy lássák, megállnak a Mardekeus dolgai, mert azt jelenti nékik, hogy ő zsidó. Látván Hámán, hogy a Mardekeus térdet nem hajt, és nem borul le előtte, megtelt Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csak is Mardekeusra magára vesse rá a kezét, mert megmondták néki Mardekeus nemzetségét, ezért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában volt, a Mardekeus nemzetét. Az első hónapban, ez Nisán hónapja, Ahasvérus királyságának 12. évében Púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra, és hónapról hónapra a 12-ig, és ez Adár hónapja. Mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép elszórva, elkülönülve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti, a királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Ha királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek, és én 10 000 talentumot, ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor leúszta a király az ő gyűrűjét maga kezéről, adta azt az Agágabeli Hámánnak, Hammadát a fiának, a zsidók ellenségének, és mondta a király Hámánnak, az ezüst tiéd legyen, és a nép is, hogy azt cselekedjed vele, ami néki tetszik. Még a 13. verszakot is felolvasom. És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, ahol kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket, asszonyokat egy napon, 13. napján a 12. hónapnak, és hogy javaikat elragadják eddig. Tehát az előzmény, a Mardekeus, illetve Mardekeus leleplezett egy összeesküvést Ahasvérus ellen, ennek az eredménye az lett, hogy a Hámánt fölmagasztalta a király, és nagy tisztességet adott a király Hámánnak. Minden embernek le kellett borulnia, és ennek megfelelően kellett a tiszteletet és a megbecsülést kifejezni Hámán felé. Mardekeus természetesen nem hajtotta meg a térdét, nem makacságból, nem azért, mert megvetette Hámán, hanem azért, mert a törvény ezt tiltja. Törvény tiltja a bálványoknak, az embereknek a tiszteletét, imádását, mert a törvény azt mondja, az Istent kell szeretni az embernek teljes szívéből, teljes lelkéből. Tehát a Mardekeusnak az eljárása nem Hámán ellen szólt. Hámán pedig személyes sértésnek vette. Tehát először is a Hámánnál kialakult egy vélsérelem. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sok ember úgy kívánja az érdekeit érvényesíteni és az igazságát, hogy megsértődik. Nagyon szeretnek az emberek megsértődni, de el szeretném mondani, hogy a Biblia alapján rendkívül rossz tanácsadója, és vermet ad az emberi életnek, ha az ember sértődékeny. Ne keresse az ember az okot arra, hogy megsértődjön, mert a vélsérelem nagyon rossz irányba viszik az embert, és negatív személyé válnak a sértődékeny emberek. Tehát a sértődékeny az nem azonos a szellemi érzékenységgel, az egy testi érzés, többnyire az eredménye a gyűlölködés és a neheztelés. Tehát Mardekeus egy sértődékeny ember volt, és az indulatai annyira elragadták, illetve Hámán annyira sértődékeny ember volt, és annyira elragadták az indulatai, amikor látta a konfliktus Mardekeussal, hogy nem volt elég neki, hogy a Mardekeust megrendszabályozza, hanem úgy gondolta, hogy itt az idő, az egész zsidósággal le kell számolni. Tehát egyértelművé teszi, hogy a protonáci, mert igazából a Hámán a náciknak az első képviselője, aki fajai alapon gyűlölködött, és úgy gondolta, hogy ezt a gyűlöletét beemelheti az állami igazságszolgáltatásba,
És az a döbbenetes, hogy ez sikerült is neki, és természetesen, amikor egy nagy hatalommal rendelkező ember egy közösség felekezett etnikummal szembeni gyűlöletét beemeli az igazságszolgáltatásba, és az igazságszolgáltatás részéve válik a nagy hatalmasságoknak a gyűlölete, attól a pillanattól fogva az a hatalom erkölcstelen és gonosz. Biblia arra tanít, hogy gyűlölködő embereket nem szabad politikai hatalomba állítani, mert beemelik az igazságszolgáltatásba a gyűlöletüket. Tehát Hámánnak ez volt a fő problémája, és beemelte a faji gyűlöletét a birodalomnak az igazságszolgáltatásába, és a királyt elkezdte manipulálni. Ha az állításait megnézzük, minden állítása egy kivételével igaz. Tehát ez a rágalmazás és hamus tanúság tipikus példája az igazság és a hazugságnak az összekeverésének. Igaz az, hogy a zsidóság diaszpórába él, szétszórva, elkülönítve, ez mind igaz, önálló törvényei vannak, de a fő konklúzió, a fő állítás az nem igaz, hogy a király törvényeit nem teljesítik. Ez viszont nem igaz. Tehát úgy állította be a zsidóságnak a sajátosságai, törvényét, elkülönülését, mintha az a birodalom ellen irányulna, és ezzel a királyt rávette arra, hogy a gyűlöletét szolgálja ki, és leúszta a király, a pecsétgyűrűjét is kiszolgálta Hámánnak a gyűlöletét. De na, hála Istennek, kevés az időnk, ott volt az Eszter királynő, és ennek köszönhetően az első Hitler nem tudta a végső megoldást elkezdeni, hanem arra az akasztófára, amit ő fölállított Mardukeusra, végül is ő került föl rá, és megszabadult Izrael fiai. A műsor ideje alatt érkezett kérdések és üzenetekre szeretnék reagálni, majd a témát szeretném folytatni a következő istentiszteleten. Férjem István alkoholista volt, olyan súlyos állapotba kerül, hogy zárt osztályon kezelték. Lányunk imádkozott érte, ezt követően rohamos javulás elbe állapotában, azóta alkoholra gondolni sem bír, családunkba visszatért a reménység. Köszönjük! Jó nézni ezt a sok embert, aki így békességben tud együtt lenni. Talán, ha a társadalomban is kevesebb lenne az uszítás, nem szakadna ketté a magyar nemzet. Miért van az, hogy ennyire szeretnek az emberek rosszat mondani a másikról? Ez egy jó kérdés, foglalkozni fogunk ennek az igazi, eredeti okával. Azt a két nagy kőtáblát érdemes lenne elcipelnie valakinek a parlamentbe is. Talán! Ekkor elolvasnák a ne tégy hamis tanúbizonyságot, parancsolatot, és akkor nem falaznának törvényekkel azoknak, akik gonosz feljelentéseikkel és besugásaikkal családok életét tették tönkre. Tisztelt lelkész úr! Mindig a legnagyobb tisztelettel nézem a műsorukat, de most sajnálattal látom, hogy kinevették a fegyházból érkezett levelet. Pedig igen nagy dolog, ha valaki pont a börtönben képes jót választani. Tisztelettel B. Zoltán. Nem nevettük ki, hanem pontosan örömöt okozott nekünk, hogy fegyházban is vannak testvéreink. És azért kívánjuk Isten áldását. Tehát félreértés, a nevetés, az öröm az nem kigunyulásnak a jele, hanem az örömnek. Mitől van önöknél mindig hurrá hangulat? Az élet egészen más. Nem egészen más az élet, Jézus Krisztus, ő benne jelent meg az igazi élet, és ezt az életet kívánok minden kedves televízió nézőnek az új esztendőbe. Ennek az életnek olyan tartalékai vannak, hogyha az ember el is lehetetlenedik, meg tud újulni a megújulásra, és az újrakezdésre képessé teszi az ember. Egy ismerősem, aki évek óta hallani sem akar Istenről, sedonista életet élt, most ott ül önszántából a televízió előtt, és nézi a Vidám vasárnapot. Dicsőség Istennek! És több imakérés is érkezett hozzánk. Kérlek benneteket, álljatok föl! És most együtt, egy szívvel szeretnénk imádkozni azokért, a felebarátainkért,
akik elküldték a kéréseiket. Atyánk, a názareti Jézus Krisztus hatalmas nevében kérünk téged, hogy áld meg a mi embertársainkat. Adjál a szívükbe kegyelmet, isteni áldást. Szabadíts föl őket a félelemből, az aggodalmaskodásokból, és adj az ő bensejükben hitet, bizalmat, különösen a te személyedbe és embertársaik iránt is. Áld meg őket igazi élettel, és adj nekik képességet, hogy ezt az igazi életet megtalálják, fölismerjék te benned, a te fiadban, küldöttedben, a názareti Jézusban. Áld meg őket is, adj nekik sikeres, áldott új esztendőt, és törzs be az ő otthonukat bővülködéssel, egészséggel, a nevetésnek és az örömnek a hangjával, a názareti Jézus nevében. Amen! Amen. Halleluja! Mindenkinek kívánjuk Isten gazdag áldását az életére. Az Úr nagyon-nagyon szeret. Amen! Kedves nézőim! Ha velünk együtt önök is szívesen tennének országunk szellemi erkölcsi megújulásáért, köszönettel fogadjuk megtisztelő adományaikat a képernyőn látható bankszámla számra. Hogy ne csak a vasárnap, hanem minden nap vidám legyen.